kétszer kellett tolatni az én hibámból, nagyon buta hiba volt, megint húztam a kéziféket, amiről letiltottak, de hát megpróbáltunk látványosan közlekedni, elrontottam, bevallom férfiasan, de igyekszünk. Még messze a vége, most az abszolút ötödik helyen állunk, igyekszünk. Nem nagyon szeretem ezeket a pályákat, túl gyorsak, szeretem a technikásabb pályákat, ellenben az első gyorsasági állapota nagyon rossz, nagyon kihordásos, úgyhogy a végét már el fogjuk óvatoskodni, cél a cél mindenféleképpen, értékes pontokat tudunk szerezni. A Mitsubishi a szívünk csöcske, nekem ilyen álomautó, ráadásul egy 9-esben ülhetek, ami abszolút tényleg az álmaink ne továbbja, összkerekes turbós autó, lehet gyorsan menni vele, lehet íven, lehet keresztbe, tökéletes. Elég nagy kihívás, hát nagyon erős mezőny volt, ez az igazság, 20-valamennyi induló volt a kategóriánkban, úgy a közepén zártunk. Az autó sajnos nem készült el időre úgy, ahogy szerettük volna, úgyhogy lényegében az volt a cél, hogy a dobogon a verseny végén át tudjunk haladni. Kibírja az autó, be kellett osztanunk, óvatosan kellett mennünk, tartalékféltengelyekkel, utcai váltóval mentünk, úgyhogy valahogy spórolni kellett az autóval, de sikerült. Az igazság az, hogy már készül a másik autónk. Ami nagyon, hát remélhetőleg Miskolc Stadionon már kész lesz. Egy fehér alapon, live-eres reklámokkal, ez felvértezve, és próbáljuk. Hát most már a csövezés elkészült az autóhoz, úgyhogy kábelezés van hátra, és lényegében a legtöbb dolgot most már elkészült az új motor a kék autóba, úgyhogy abból átdobáljuk, és várjuk a váltót, ami most nem készült el.